Helyet kívánok, köszöntöm Önöket az ATV reggeli híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Közel 20 ezer új fertőzöttet regisztráltak egyetlen nap alatt, a keleti vakcinával oltottak, viszont jó hírt kaptak. Magasabb nyugdíjat és kiszámíthatóbb időskort ígér az ellenzék, ha bizalmat kap az áprilisi választáson. És akkor már sikerként, az ellenzék viszont hibaként értékeli a Putyin-Orbán találkozót, ami biztos konkrét bejelentés nem történt. 19.690 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak szerdára, ez pedig kétszer több, mint a keddi adat. Boldogkői Zsolt szerint várhatóan a többi járványparaméter is emelkedni fog. Közben jogerős ítélet állapította meg, hogy az EMMI jogtalanul tiltotta ki a sajtót a kórházakból, erre ugyanis csak a kórházigazgatóknak lett volna jogkörük. A keleti vakcinákkal oltottak, viszont jó hírt kaptak. Ennyi súlyos beteget és ennyi halálesetet nem láttunk. A heti napló stábjának mondta ezt tavaly az aradi kórház egyik orvosa. Kollégáinknak azért kellett Romániába utazniuk, mert hiába tart már lassan 2 éve a járvány. Magyarországon eddig az állami tévén és az MT-n kívül más szerkesztőség nem kapott lehetőséget arra, hogy Covid osztályon forgasson. A Telex bíróságon támadta meg ezt a gyakorlatot, a döntés most arra született meg. A bíróság szerint az EMMI csak irányítási jogot gyakorol a kórházak felett, és az egészségügyi intézmények vezetőinek kell elbírálnia a fotózási, riportkészítési kérelmeket. Kerestük a szaktárcát az ügyben, adásunkig nem reagáltak. Szerdára 19.690 új fertőzöttet regisztráltak, ez 10.268-at több, mint a keddi adat. Boldogkői Zsolt szerint az emelkedő fertőzés szám után a többi járványparaméter száma is nőni fog. Mégis úgy gondolja, az Omikron okozta hullám rövidebb ideig tart majd, mint az eddigiek. Az Omikron variáns az egy sokkal fertőzőképesebb, mint az előző variánsok. Tehát gyorsan végigfut, aztán gyorsan le fog csendesülni a járvány. Közben a Magyar Hang arról írt, hogy egy a birtokukba jutott tanulmány szerint a járvány második hulláma azért okozott katasztrofális veszteségeket Magyarországon, mert a kormány késve döntött és rossz döntéseket hozott. A lap szerint a tanulmány megállapításait úgy próbálják eltitkolni a nyilvánosság elől, hogy visszavonták egy bárki számára elérhető tanulmánygyűjteményből. Ez az öncenzúrázásnak és a... Majdnem kimondtam, hogy mi, tehát, hogy a furmányos félelem. Jó hír érkezett viszont azoknak, akik keleti vakcinát kaptak. Újhely István jelentette be, hogy sikerült elérnie, hogy közülük, akik második vagy harmadik oltásként európai engedélyezési oltást kaptak, az uniós Covid igazolványa bármely tagállamba beléphetnek. Nyugodtan próbálják ki, a zöld lámpa fog világítani. A politikus hozzátette, ha ennek bárki az ellenkezőjét tapasztalja, értesítse őt, mert az adott tagállam ebben az esetben megsérti a hatályos uniós szabályokat. Mielőbbi érdemi fizetésemelést sürget az ápolók számára az orvosi és a szakdolgozói kamara. 12 pontból álló közös közleményükben egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy az orvosok béremelése és a hálapénz eltörlése önmagában még nem oldotta meg az egészségügy problémáit. Az egész rendszert kellene átalakítani. Arra hívják fel a figyelmet, hogy jelentős a munkaerőhiány, ami súlyos problémákat okoz az ellátásban. A Covid-járvány kezeléséről pedig azt írják, hogy a hibák nyilvános feltárására lenne szükség, és széles körben nyilvánosságra kellene hozni a járványkezelés adatait. Egy hét múlva már utalják a 13. havi nyugdíjat. A kormány a jó gazdasági helyzetre hivatkozva hozta előre a plusz juttatás visszavezetését. Az ellenzék szerint viszont a nyugdíjasoknak nem választási ajándékokra, hanem méltó időskorra van szükségük. A kormányváltásra készülő pártok a svájci indexálás bevezetését és az otthonápolásért járó támogatás emelését ígérték. Hamarosan kétszer csenget a postás. Jövő kedden nem csak a szokásos havi juttatást hozza majd a kézbesítő a nyugdíjasoknak, hanem a 13. havi nyugdíjat is. Februárban tehát dupla nyugdíj érkezik. A kormány eredetileg 4 éven át fokozatosan vezette volna vissza a 13. havi nyugdíjat, de a járványhelyzetre hivatkozva már idén teljes egészében megkapják a nyugdíjasok a plusz 1 havi juttatást. A 13. havi nyugdíj kifizetésére 371 milliárd forintot fordít a kormány, amit a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé. Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági növekedésből a gyerekes családok, a munkavállalók és a fiatalok mellett
az idősek is részesüljenek. 12 év után miért most? Az ellenzék miniszterelnök jelöltje nem csak kevésnek, de megkésettnek is tartja a kormányzati intézkedést. Kormányra kerülésük esetén a 13. havi nyugdíjat megtartanák, de nyugdíjemeléskor az infláció mellett fele-fele arányban a nettó keresetek alakulását is figyelembe vennék. A svájci indexálás bevezetésével tudjuk, hogy milyen sok pénzt veszítettek a nyugdíjasok az elmúlt 12 évben ennek az elvonásával. Ezt mi vissza fogjuk adni. Évről évre nagyobb arányban fognak emelkedni mostantól kezdve a nyugdíjak, és nem csak a választási években. Az ellenzék egy szolidáris, összetartó és igazságos társadalom építését ígéri. Vállaltuk, hogy az otthonápolást haszmunkaviszonyként fogjuk elismerni, és azt is vállaltuk, hogy a minimálbér szintjére fogjuk emelni. Ma Magyarországon több mint 17 ezer ember van, akinek 28.500 forint alatti a nyugdíja. Közel 1,4 millióan vannak olyanok, akiknek nem éri el a 150 ezer forintot. Akadnak azonban olyanok is, akiknek 1 millió forint fölötti a havi nyugdíjuk. Lezárul a választás és a kormány pozícióba kerül, helyzetbe kerül, akkor pedig elfeledkezik a nyugdíjasokról. A nyugdíjas parlament elnöke annak örülne a legjobban, ha a politikusoknak nem csak 4 évente jutnának eszükbe a nyugdíjasok. Karácsony Mihály szerint a legfontosabb megoldandó feladat, hogy az utóbbi időben egyre szélesebbé nyíló nyugdíjollót rendezzék. A legalacsonyabb nyugdíjakat magasabb arányba kell növelni, míg a magas nyugdíjaknál egy plafont húzni. Hogyha a közszférában is maximálva vannak a jövedelmek, úgy itt is lehetne. A nyugdíjasok egyesületeinek országos szövetsége pedig azt mondta, a kiszámítható nyugdíjak mellett az egészségügy helyzetének rendezése lenne a legfontosabb a nyugdíjasok számára. Petíciót indít Márki-Zay Péter annak érdekében, hogy az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjével leüljön vitázni Orbán Viktor. Szerinte megérdemlik a magyarok, hogy meghallgathassák az álláspontokat gazdaságról, egészségügyről, migrációról és korrupcióról, vagyis az országról. Az Egységben Magyarországért úgy véli, még a Fidesz szavazóinak sem tetszik, hogy a nagyobbik kormánypárt eddig elutasító volt a felvetéssel kapcsolatban. Márki-Zay Péter szerint minél többen aláírják a petíciót, annál nagyobb az esélye annak, hogy lesz vita. 42 polgármester kéri a választókat a Fidesz támogatására Szabolcsban. A kormánypártok egyéni képviselőjelöltje Kovács Sándor támogatására buzdít az a levél, amelyet a nyírcsahói polgármester fogalmazott meg, és amit összesen 42 polgármester írt alá. Az érintett települések mindegyike a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5-ös választókerülethez tartozik. A polgármesterek a településükre érkezett támogatásokkal érvelnek, azt is kiemelve, hogy áprilisban nem csak politikailag, de emberileg és település érdek szerint kell választani. A DK szerint elfogadhatatlan, hogy Völner Pál, az igazságügyi minisztérium korrupcióval gyanúsított volt államtitkára, még mindig szabadlábon van. Az ellenzéki párt panasszal él, miután a fővárosi nyomozó ügyészség visszautasította a tárgyban tett feljelentést. Közben az RTL.hu arról írt, hogy Völner Pál és Charles György is közben jártak tavaly egy országosan képzéseket nyújtó oktatási intézmény érdekében, hogy elsimítsanak egy nagy összegű büntetést és más jogi problémákat. A demokratikus koalíció még január elején tett feljelentést. Sem előzetesbe, sem házi őrizetbe nem került a korrupcióval gyanúsított volt igazságügyi államtitkár, emlékeztetett a DK. Az ellenzéki párt ezzel nem ért egyet. Nem lehetséges az, hogy a rendszerváltás utáni időszak egyik legnagyobb politikai és korrupciós botrágyának főszereplője, az ügyészséggel semmilyen módon együtt nem működő Völner Pál úgy járkálhasson továbbra is szabadon, és szavazzon az országgyűlésben a magyarok millióit súlyosan érintő kérdésekben, mintha mi sem történt volna. A DK korábban feljelentést is tett a Völner Charles ügyben eljáró ügyész, illetve ügyészek ellen. A fővárosi nyomozó ügyészség azonban elutasította a feljelentést. A feljelentés elutasítása indokainak lényege az volt, hogy a büntetőeljárási törvény nem határoz meg olyan esetet, amikor az ügyész köteles a letartóztatást indítványozni. A törvény ezzel szemben előírja, hogy a büntetőeljárásban alapvető jogot korlátozni csak törvényben meghatározott okból, módon és mértékben lehet, feltéve, hogy az elérni kívánt cél kisebb korlátozással nem biztosítható. Rab Ferenc még hozzátette, kényszerintézkedésre akkor kerülhet sor, ha az elérni kívánt cél enélkül nem biztosítható.
Közben az RTL.hu arról írt, hogy Völner Pál, Sádl György, illetve Sádl a sajtóban csak R-ként emlegetett ismerőse is közben járt tavaly egy országosan képzéseket nyújtó oktatási intézmény érdekében, hogy elsimítsanak egy nagy összegű büntetést és más jogi problémákat. A segítségért 150 millió forintot vártak, amit szétosztottak volna. Egyelőre azonban csak 50 millió átvétele bizonyítható a megalapozott gyanú szerint. Az MSZP felszólította az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy a sztrájkoló tanárok listázása helyett inkább vizsgálják ki, hányan érintettek a minisztériumon belül a Völner-Sádl korrupciós botrányban. Híradónk a tárgyban megkérdezte az Emmit, ha válaszolnak, közzé tesszük. Újabb három embert helyeztek előzetes letartóztatásba a Völner-Sádl korrupciós botrány miatt, tudta meg az RTL Klub. Az ügyészség eredetileg 6 embert akart letartóztatni, de a bíróság először csak 3-at engedélyezett. Ekkor került előzetesbe Sádl György, a nyomozati iratokban gazdámként emlegetett R. Robert, valamint Sádl sofőrje. A központi nyomozó főügyészség fellebbezett, amit most elfogadott a bíróság. Azt nem tudni, hogy ki az újabb három letartóztatott személy. Az ügyben Völner Pál, azóta lemondott igazságügyi minisztériumi államtitkárt 10 milliós nagyságrendű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják. Ha a Fideszen múlik, a világ végezetei titkosak lesznek a Pegasus ügyjel kapcsolatos információk, jelentette ki Stumer János tegnap esti Egyenes beszéd című műsorunkban. A Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke Péter Falvi Attila jelentését bírálta a lehallgatási botránnyal kapcsolatban. Úgy látszik ebből a jelentésből, hogy az adatvédelmi biztos kifejezés egy egészen új értelmezést nyert Magyarországon, ugyanis Péter Falvi Attila azokat az adatokat védi, amiket a Fidesz megszerzett civilekről, ellenzéki politikusokról, fogalmazott a politikus. Stumer János hangsúlyozta, hogy az 55 oldalas jelentés egyetlen oldalon foglalkozik csak a kormányzat szerepével. Hozzátette, itt annyi derül ki, hogy azért ruházták Völner Pálra a megfigyelések engedélyeztetését, mert Varga Judit állandóan akadályoztatva volt. Üzleti sérelemre hivatkozva nem árulja el az MVM, hogy Magyarország mennyiért veszi az orosz gázt, miközben Vlagyimir Putyin azt mondta Orbán Viktornak, hogy Magyarország a világpiaci ár ötödéért kapja a gázt. Az ellenzék energetikai kabinet vezetője szerint hosszú távon kizárt, hogy Magyarország jól járjon az orosz gázzal, ráadásul csak a függőséget növeli, hogy a miniszterelnök 2036-ig újabb 1 milliárd köbméternyi orosz gázt akar vásárolni. Egy dolog soha nem jött keletről. A keleti szemek Európának ebben a térségében demokráciát és szabadságjogokat soha nem fújtak. Lázár János 2010-ben veszélyesnek nevezte az orosz energiafüggőséget. Két évvel korábban pedig Orbán Viktor ellenzékből bírálta azt, hogy a baloldali kormány nem egyeztetett az ellenzékkel, és megállapodott Oroszországgal a déli áramlat gázvezeték megépítéséről. A kormány puccsot hajtott végre a nép képviselők ellen. És puccsot hajtott végre Magyarország népével szemben is. 1 milliárd köbméterrel az éves mennyiségét a hosszú távú orosz-magyar gázszállításnak emeljük meg. A miniszterelnök most azt szeretné, hogy a 2036-ig aláírt gázszerződés keretében még több gáz érkezzen az országba. Konkrét ígéretet erre nem kapott Vlagyimir Putyintól, de tárgyalnak róla. A Momentum ifjúsági szervezete is reagált az Orbán Putyin találkozóra. Gyurcsány Ferencből Putyin, Márki-Zay Péterből pedig Orbán Viktor lett. A Mini Feri felirat pedig Mini Putyinná változott a kormányzati plakátokon. A Momentum szerint nem csak az orosz függőség erősödésére akarták felhívni a figyelmet, noha gazdaságilag nyilván együtt kell működni az oroszokkal. Az orbáni moszkvai látogatásoknak az eredménye nagyon sok esetben az orosz félnek kedvez. És egy magyar miniszterelnök külpolitikája esetében ez nonsens. Az orosz elnök a keddi találkozón ugyanakkor szóba hozta, hogy Magyarország töredékáron kapja a gázt. Nem csak az a fontos, hogy 2036-ig biztonságos szállítások lesznek Magyarországra, hanem az is, hogy önök 5-ször olcsóban vásárolnak tőlünk, mint a piaci ár, magyarázta Putyin. Holoda Attila szerint hosszú távon biztosan nem kapjuk a világpiaci ár ötödéért a gázt. Ráadásul nem tudni, mekkora árnak az ötödéért szerződtünk, hiszen se a kormány, se a szerződő MVM partner nem árulja el az árat. Amikor hirtelen nagy ugrások vannak, mint most például a piacon, lehet, hogy extrém esetben ez a hónap elején megállapított ár
meg a mostani prompt ár között van egy ilyen ötszörös szózó, és akkor lehet ezzel kicsekedni, de hosszú távon biztos, hogy nem kapjuk sokkal olcsóbban. Nyilván miért is adnák nekünk olcsóbban az oroszok, ha csak nem adunk érte valamit cserébe? Hát ez meg egy érdekes kérdés. Megkerestük az NVM-et, hogy mennyiért vesszük az orosz gázt. Annyit válaszoltak, hogy nem adhatják ki az árakat, mert az orosz és a magyar félnek is üzleti sérelmet okozna. Nem Magyarország kapja Európához képest ötödáron az orosz gázt, hanem Belarus. Erre hívta fel a figyelmet a Political Capital konferenciáján Deák András, a Világgazdasági Intézet munkatársa. Eszbíró Zoltán, Oroszország szakértő pedig úgy vélekedett, hogy az Oroszország és Ukrajna közti feszült helyzet miatt el lehetett volna halasztani a moszkvai csúcs találkozót. Krausz Tamás történész a Spirit FM rádióban viszont azt mondta, Orbán Viktor a nyugati vezetők jóváhagyásával utazhatott Moszkvába, az ellenzéknek pedig le kellene szállni a ruszofóbia sántalováról. Vlagyimir Putyin az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztató végén azonnal távozott a teremből. Orbán Viktor sem várta meg. Egyetlen egy olyan témát sem előtte, sem a sajtótájékoztatón utóbb nem hallottunk, ami hát nem bírt volna halasztást. Ezt Eszbíró Zoltán mondta a Political Capital konferenciáján. Az Oroszország szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy Putyin nem először találkozik Orbánnal feszült nemzetközi helyzetben. 2015-ben a kelet-ukrajnai konfliktus kezdetén Budapesten találkozott a két politikus. Orbán a maga részéről újra és újra demonstrálni akarta, hogy itt van egy különleges kapcsolata Oroszországgal és az orosz elnökkel, és ennek következtében talán azt képzeli, hogy ha Putyin elé áll, akkor egy kicsit maga is nagyobbnak látszik. Ezekben a hetekben ismét megnőtt az esélye egy orosz-ukrán fegyveres konfliktusnak. Oroszország már 130 ezer katonát vont össze az ukrán határ közelében, időközben pedig több nyugati ország is hazahívta diplomatáit Kijevből. Ideig alapvetően hazánk a NATO-nak lojális tagja volt, azonban a tegnapi tárgyaláson a diplomáciai pozíciója szerintem a miniszterelnöknek nem volt teljesen egyértelmű. Ezzel szemben Krausz Tamás a Spirit FM-en arról beszélt, hogy szerinte a miniszterelnök moszkvai útját nyugati vezetők is jóvá hagyhatták. Ugye az volt az előzetes feltételezés, hogy Orbán megbontja az európai egységet. Hát kiderült, hogy ez nem így van, és az ellenzéknek azonnal le kell szállnia a ruszofóbia sántalováról. A történész úgy látja, végül nem lesz háború Ukrajna és Oroszország között. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Moszkvában arról is tárgyalt, hogy évi 1 milliárd köbméterrel növekedjen a Magyarországra történő gázszállítás. Az üzletet egyelőre még nem kötötték meg, de Deák András energetikai szakértő szerint, ha ez megtörténik, akkor a 2030-as évekig el lesz látva Magyarország gázzal. Ugyanakkor nem tartja igaznak, hogy Magyarország Európához képest ötödáron kapná az orosz gázt. Tehát amit a Putyin mondott, az hülyeség, tehát hogy azt azért nem, szerintem összetévesztett minket Belarusszal. A Világgazdasági Intézet munkatársa úgy látja, az orosz fél szerette volna elérni, hogy a Paks 2-vel kapcsolatos összes engedélyeztetést elfogadják az áprilisi választásokig. Ez a szakértő szerint a következő két hónapban nem fog megtörténni. Francia sajtóértesülés szerint egy magyar bank adott hitelt a szélső jobboldali Marine Le Pen nemzeti tömörülés pártjának a választási kampányra. A 444 írta meg a francia RTL információ alapján, hogy egyetlen francia bank sem kívánta finanszírozni Le Pen kampányát, ezért egy magyar banktól vettek fel 10 millió 600 ezer eurónyi kölcsönt, azaz 3 milliárd 700 millió forintnyi összeget. Le Pen pártja elismerte, hogy bankhitelből szerezték a pénzt, de nem mondták meg, hogy honnan, és azt sem erősítették meg, hogy Orbán Viktor, akivel Marine Le Pennek jók a kapcsolatai, járt volna közben az ügyben. Egy névtelenséget kérő forrás szerint volt egy közvetítő, ő azonban nem politikus. Megtámadták a szurkolók a dunaújvárosi futszál csapatot a nagykanizsai meccsük után, legalábbis ezt írták a focisták közösségi oldalukon. Az ügyben feljelentést tettek, a két klub pedig közösen vizsgálja, hogy mi történhetett. A kanizsai szurkolók egyike készítette ezt a videót akkor, amikor a Dunaújváros egyik játékosát kiállították. A játékos miután észrevette, hogy bosszantja a drukkereket, még inkább cukkolni kezdte a közönséget. Ezt követően várták meg a csapatot a kijáratnál. A dunaújvárosiak közleménye szerint 10-12 símaszkos ember bántalmazta a játékosokat. Egy helyi szemtanú árnyaltabban számolt be az inzultusról. Máshogy történtek az események. Tehát nem az úgy, hogy az
összes dunói városit elkapták, hanem ott álltak a busznál, ez tény és való, és ez a gyerek még elkezdett ugyanúgy a busznál kötekedni. És ugye a szurkolótábor nem símasban, nem abba voltak, hanem elkezdtek kergetni. Most az, hogy megütötték, vagy mi volt, azt én nem láttam. Kerestük az érintett két klub vezetőit, de azt mondták, hogy a vizsgálat végéig nem kívánnak nyilatkozni. Az biztos, hogy a dunaújvárosiak a rendőrségre mentek és feljelentést tettek. Egyelőre a rendőrség sem kívánt megszólalni. Az interneten a két csapat egymásnak válaszolgatva adta ki a közleményeknek, aminek az lett a vége, hogy a vendégcsapat meghívta az ellenfél vezetőit egy ebédre, hogy próbálják meg tisztázni, mi is történt. Egy ügyvéd szerint, ha minden úgy zajlott, ahogy a vendégcsapat leírta, akkor komoly büntetés várhat az agresszív szurkolókra. A sporthuliganizmus, mint ilyen minősítő körülmény nincs a magyar jogban, de természetesen a bíróság a büntetés kiszabása során figyelembe fogja venni az összes súlyosító és enyhítő körülményt. Az, hogy ez közterületen nagyobb nyilvánosság előtt történt, nyilvánvalóan súlyosító körülmény. Az ügyvéd szerint garázdaság gyanúja miatt indíthatnak eljárást a verekedőkkel szemben, amiért ha bűnösnek találják őket, akár 3 éves szabadságvesztés is kiszabhat a bíróság. Úgy tudjuk, hogy a támadást követően súlyos sérülést senki sem szenvedett. Elhunyt Monica Vitti, az egykori olasz filmsztár, az 1960-as évek legnépszerűbb színésznői közé tartozott. Elsősorban Antonioni alkotásaiban szerepelt. Monica Vitti november 3-án ünnepelte 90. születésnapját, ebből az alkalomból az olasz televíziók a díva több filmjét is levetítették. Vitti régóta betegeskedett, már több mint 20 éve visszavonult a filmezéstől, halálhírét a férje jelentette be. Az olasz kultuszminiszter nekrológiában az olasz film királynőjének nevezte Monica Vittit. A szomorú hír után a végére jó hír, ugyanis a hamarosan kezdődő Startban egy média történeti eseményre kerül sor, itt a Start című műsor vezetőjeként. Egyszerre látható majd a képernyőn Kárász Róbert, és jó magam, úgyhogy miért megtudjuk, Robi, hogy milyen témával kezdünk. Szervusz, Robi! Nagy szeretettel köszöntelek, üdvözöllek a Start műsor vezetőként innen a híradóból. Azt azért elmondhatjuk, jó reggel, Tomi, vagy Tamás, hogy ugye mi már évek óta várunk arra a pillanatra, hogy milyen jó lenne egyszer közösen itt állni a stúdióban és együtt vezetni a műsort. Hát ugye szoktuk volt mondani, hogy az élet az egyik legnagyobb forgatókönyvíró, azt is elmondhatjuk, hogy Márti lebetegedett. Tehát ugye a mai adásban, ha valaki ilyen szerepzavarban lenne, hogy most miért van itt ez a két pasi, ki kicsoda, hát jó, vagy nyilván mindenki tudja, hogy ki kicsoda, de a mai adásban ugye a Hollon Mártinak a magyar hangja éleszek. Egyesítjük erőinket, rajongó táborunkat, és hogy mindenki megkapja a magáét. Igen, és innen már majdnem azt mondom, hogy Isten éltesse, de nem, hanem innen kívánunk Mártinak jobbulást. Rigg Lajos lesz egyébként az első vendégünk, aki már itt is van a stúdióban, a Jobbik részéről, és Burány Sándor. Érdekes, hogy a Jobbik részéről most ugye Jakab Péter egy petíciót indított el annak érdekében, hogy ne legyen kötelező Magyarországon a védőoltás. Erről is fogunk beszélgetni, és arról, hogy az ellenzék miért látja is, hogy aggasztó az, hogy a magyar gazdaság ebben az évben néhány százalék ponttal, vagy 10% ponttal kevesebbet, vagy rosszabbul fog teljesíteni. Amikor meg jobban teljesített, akkor meg más volt a bajuk, de ezt majd megkérdezzük, hogy miért. Kóros Lajos azért érkezik el hozzánk, hogy azt is átbeszéljük, hogyha ők kormányoznának majd áprilistól, akkor hogyan változtatnák meg Magyarországon a nyugdíjasoknak az életét, milyen területeken és hogy milyen formában százalékkal emelnék a különböző nyugdíjakat. A TASZ politikai szabadságjogi projektjének helyettes projektvezetője, úderhozó titulus, Pásztor Emese is itt lesz nálunk, mert hogy az EMMI eddig úgy tűnik, hogy jogtalanul és nem jogszerűen utasította ki az újságírókat a kórházakból, akik ugye a koronavírus idején mondjuk akár fényképet vagy videófelvételeket készítettek volna. Gyere, Tomi, és akkor a többit meg majd megbeszéljük, ahogy te fogalmaztál, ugye média történeti eseményként. Megosztjuk az információkat hamarosan nézőkkel. Köszönjük szépen, Robi! Nem csak a sajátos szereposztás miatt, hanem az említett témák miatt is érdemes nézni, tehát ma reggel a Startot. Tegyék ezt egészen 8:30 közben, 7 órakor azért visszajött majd még ide a híradóba tájékoztatni önöket a legfrissebb hírek. Hírekről egész elakad a szavam, már annyira izgulok és annyira készülök a Start, amelyben tehát ma reggel Kárász Róbert barátommal fogadjuk önöket. Tartsanak el!